Laktak, és ahonnan Jocska bácsit eltemették. Azonban a házmester az éppen nyaralt. A lakók pedig nem tudták, hogy Madrid sok temetője közül melyikbe temették Jocska bácsit. Sokat tusakodtunk, hogy keressük, vegyük sorra, de hát nem volt idő se arra, és semmi támaszpont, hogy hol találjuk meg. És akkor úgy döntöttünk a család közösen, hogy Jocska bácsi, mint író, biztosan ott fent valahol, jó barátságban van Cervantessel. És Madrid, Európa terén a Cervantes emlékmű talapzatára helyeztük el a hargitai szikladarabot, a zacskónyi földet és a fenyőágat. A házmesternek levelet hagytam, és pénzt. Pénzt hagytam, amennyit ki tudtam szorítani a zseppénzünkből, hogy vegyen egy néhány szál virágot, vegyen egy csokor virágot, és vigye el a Jocska bácsi sírjára. Közben aztán hazajöttünk, majdnem elfelejtettem, hogy én ott hagytam pénzt a sírra. Karácsony körül kaptam egy levelet Madridból, spanyolul, amiben a házmester igazolta, hogy a pénzt átvette, megtalálta, hiánytalanul, egy csokor virágot vett, és elvitte a Jocska bácsi sírjára. Maradt még nem tudom hány peszettája abból, hogyha arra járok, visszaadja. Aztán írtam neki egy francia nyelvű levelet, miután nem volt kíván spanyolul írjunk, amiben az egészet megköszöntem ki. Én nagyon azt tanácsolnám, és javasolnám, szívvel lélekkel mellette volnék, hogy ahányan tehetjük, mozgósítsuk meg azokat a személyeket, vagy szervezeteket, akik segíteni tudnának abban, hogy Nyírő József hamvait hozzuk haza a hazaföldre, a hazai szülőföldjére. És vagy Székelyudvarhelyen, vagy a szülőfalujában, Székelyzsomboron, ott újra temetnők, hogy végre itt nyugodjék meg, itt találja meg az örök nyugodalmát. Tudtommal nem az egyetlen voltam, akin ők segítettek. Olyan értelemben, hogy iskolába jussanak, tovább tanulhassanak. És azt a nagy segítséget, amit tőlük kaptam, azt én úgy vettem, mint egy kölcsönt. És a későbbiekben, ahol tehettem, továbbadtam ezt a kölcsönt. Az az érzésem, hogy sikeresen. Olyan fiatalokon segítettem, nem egyszer, akiknek jó fogott a segítség, például felvételi vizsgákra. Annak idején azt tudott felkészülni jól, akinek sok pénze volt, és magántanár tudott fogadni. Na hát, én sok olyanon segítettem, és ennek utólag is nagyon örvendek, és olyan lelki elégtétel számomra, hogy olyanokon segítettem, akinek egy rajtszára se volt. És így a Jocska bácsiéktól, főleg Irus nénitől kapott segítséget, úgy érzem, hogy sikeresen továbbadtam. Sok magyar olvasó vél párhuzamot felfedezni Vas Albert és Nyírő József hányattatása, tiltása és újratemetése kapcsán. Valós ez a párhuzam? Igen, nekik nem csak az életük és nem csak az életművük fonódik össze, nem csak a származásuk fonódik össze, de az utóéletük is. Hiszen amikor Vas Albert meghalt, ő is emigrációban halt meg. És ugyanilyen Herce utcával történt az ő eltemettetése is, hiszen amikor hazahozták hamvait az ő végakaratának megfelelően, akkor egy esztendőt kellett várni, hiszen néhány órával a már kitűzött temetés előtt egy engedély visszavonatott, és Vas Albert hamvai egy éven keresztül a Holtmarosi templom szószéke alatt voltak elhelyezve addig, ameddig sikerült aztán őt valójában az Isten széke sziklájáról szétszórva hamvait egész Erdélyre visszaadni. Én remélem, hogy Nyírő József, akivel kapcsolatosan most úgy tűnik, hogy szintén ilyen nehézségek vannak, nem kell, hogy egy évig várjon erre.
Hát a párhuzam folytatását mi sem reméljük, de mint ahogy említettem, az utolsó percig és pillanatig mi is optimisták vagyunk. Kedves nézőink, hamarosan ökumenikus áhítatra kerül sor Nyírő József, a Székely apostol lelki üdvéért a székelyudvarhelyi papkertben. Száva Jenikője a szó. Papkertben. Itt van mellettem Medvigy Endre, irodalomtörténész, akitől mindenek előtt azt kérdezem meg, hogy népének ügyvédjeként emlegették Nyírő Józsefet. Mit tett ő tulajdonképpen a székely nemzetért? A egész életműve a székelységről és az erdélyi magyarságról szól. Tudnunk kell, hogy Trianon után vált jelentős íróvá Nyírő József. Trianon egy óriási lelki csapás volt a magyarság számára, és a kisebbségi sorba szorult erdélyi magyarságban a lelket tartotta Nyírő József, önazonosság tudatukat, hitüket erősítette műveivel. Igen, amikor kilépett a papi rendből, akkor azt is mondta, hogy ő inkább a székely nép szolgálatában kell, hogy teljesítsen, és egy kutatótól hallottam, egy Nyírő kutatótól, hogy ő semmiképpen nem volt hungarista, ő inkább transzilvanista volt. Igen, az erdélyi szépműves cég alapítói közé tartozott. Ez egy szabad elvű kiadó volt. A transzilvánizmus is egy igen humánus eszme. Lényege a szülőföldhöz való hűség és a türelem, a tolerancia. A hungaristákhoz semmi köze nem volt. 1942-től a háború végéig az erdélyi párt színeiben behívott országgyűlési képviselő volt a magyar parlamentben. Így van, és a kommunista diktatúra idejében ugye betiltották a műveit, sem Romániában, sem Magyarországon nem lehetett kiadni ezeket és olvasni ezeket. Indexre 1945-46-ban nem került. Az elavult könyvek jegyzékén az 50-es években szerepelt. Nem vették jó néven a hatóságok, hogyha valaki Nyírő József könyvet tartott a könyvtárában, annak ellenére, hogy index nem volt, illetve semmiféle per se Magyarországon, se Romániában nem folyt Nyírő József ellen. Erdélyt képviselte, és valahogy úgy érzem, hogy ő csak Németország pártján állva tudta elképzelni azt, hogy itt magyar világ lesz Erdélyben, és nem román. Nem Németország a lényeg ebben, hanem ő azt vallotta, abban a tudatban élt, hogy még egy háborút nem szabadna elveszítenünk, mert ha elveszítjük a háborút, akkor visszaállnak a trianoni határok, és ezt semmiképpen nem szerette volna. Amikor Budapesten jártam legutóbb, akkor, és ugye Nyírő szellemisége már itt a levegőben lehetett érezni azt, hogy mintha egy kicsit feltámadt volna az ő szelleme. Azt éreztem, hogy a budapesti magyar nyelv ma, mint hogyha idegenebb lenne, mint például az a nyelvezet, amit használt ő annak idején az írásaiban, a regényeiben, novelláiban. Egy ékes, virágos, nagyon választékos irodalmi nyelven írt. Én azt hiszem, hogy az igényes kárpát-medencei magyar olvasóközönség alkalmas arra, hogy befogadja Nyírő József műveit. Könyvei úgy Erdélyben, mint Magyarországon megjelentek az utóbbi években. A Kairosz kiadó Budapesten 17 kötetben megjelentette az eddig még le nem zárt életműsorozatát. Rajtunk múlik magyar olvasókon, hogy kézbe vesszük-e könyveit, és ezáltal erősödünk-e önazonosság tudatunkban. Mégis nagyon sokan azt mondják, hogy ezért nem ért fel Tamásival, tehát hogy nem sokkal gyengébb volt például regény szerkesztésekor. Ezzel nem tudok egyet érteni. Novellistaként egyenrangúak, kitűnő elbeszéléseket írtak a székelyekről, és művenként összevethetőek. Az Ábelhez képest lehetséges, hogy egy fokkal talán gyengébb, de népszerűbb egyébként az Úszbence. Eláron
a címeresekben írta meg, Nyírő József a Néma küzdelemben. A Néma küzdelem sokkal mélyebb, sokkal alaposabb, sokkal inkább a történelem mélyén folyó folyamatokat figyelembe vévő regény, és azt rögzítő regény, mint a címeresek. Két kiváló székelyíró volt, fölösleges őket szembeállítani. Együtt képviselik holtukban is a székelyirodalmat és az erdélyi magyarságot. És a 11. törvényes feltétel teljesített az újratemetés, 2012. május 27-én történő zavartalan lebonyolítása érdekében. 48 órával az újratemetés időpontja előtt a Hargita megyei prefektúra észlelte, hogy Bunta Levente székelyudvarhelyi polgármester egy hibás, iktatószámú temetkezési igazolást írt alá és bocsátott ki a szervezők számára. A törvényességet felügyelő Hargita megyei prefektúra megállapította, hogy az újratemetésnek egyébként jogi akadálya nincs, és kérte Bunta Levente polgármestert, hogy bocsásson ki egy formailag hibátlan igazolást annak érdekében, hogy az újratemetés szabályosan megtartható legyen. Annak ellenére, hogy Bunta Levente polgármester és pártja, az RMDS, korábban ötnyelvű sajtóhirdetésben tájékoztatta a közvéleményt, hogy mindenben támogatják Nyírő József újratemetését, annak időpontjáig Bunta Levente polgármester nem volt hajlandó egy hibátlan tartalmú új igazolást kiállítani. A fentiek miatt a Hargita megyei prefektúra közigazgatási bíróságon támadta meg a hibás tartalmú okiratot, melynek következtében az újratemetés vonatkozásában függő jogi helyzet alakult ki. Mivel az újratemetés szervezői maradéktalanul eleget kívánnak tenni a hatályos romániai jogszabályozásnak, ezért az újratemetés a függő jogi helyzet megoldását követően egy későbbi időpontban fog megtörténni. Az ökumenikus áhítatunkat Juhász Zoltán furulyás kezdi, majd Györfi András marosvásárhelyi színművész, Nyírő József a Túlvilág küszöbén című művéből olvas fel.